mindig teljesen egyértelmű volt, hogy én a villamosmérnöki szakma felé, mondjuk talán inkább tágabban a praktikus mérnöki szakma felé fordulok. Gyerekkoromban, és ez egészen pici gyereket jelent, már 4-5-6 éves koromban kötöttem össze egymással mindenféle izolámpákat, hogy a gyerekvasút számára megfelelő piros-zöld lámpákat érjek el. Azután detektoros rádiókat építettem, mindenféle telefont csináltam, mechanikus, akusztikus lemezjátszót csináltam. 14 éves koromban kitaláltam egy filmtovábbító rendszert, tehát egy ilyen szakaszos filmtovábbítót, amit szabadalmaztatni is próbáltam. Ön szerint mi kell most egy sikeres mérnöknek ahhoz, hogy boldoguljon az életben? Milyen tulajdonságok? Százféle szerep van, százféle tulajdonság csokor, ami egyik és másik szerephez alkalmas és jó. Amit én közös tanácsként megfogalmazni tudnék, az a következő, hogy mindig legyünk igényesek önmagunkkal szemben.